Krúdi Gyula, napraforgó. Kilencedik fejezet Pisztoli estéje Most következnek azok az események, amelyekre az életek és halálok felépülnek, mint toronyra az órák. A kőmévesek a legrégi biparosok, ők tudják, hogy milyen alapos tudomány a házépítés, mennyi mindent kell addig munkálkodni, amíg a puszta falakra rá lehet húzni a tetőt vagy fel lehet állítani egy sírkövet egy nyugtalankodó emberre. Egyikünknek az élete olyan járású, mint az ördög szekér útja a kietlen mezőkön. Napközben kergeti a szél egyik határból a másikba. Jön oda is, ahol nem várták, és búcsú nélkül elmegy onnan, ahol az éjszakát töltötte. Száz meg száz ember mellett elhalad észrevétlenül, de egyszer csak véletlenül valakinek a hajába ragad. Céltalannak látszik létezése, mert gyorsabban tűnik el, mint az árnyék este felé. És mégis sok bajt okozhat, keserűséget üvölthet, szíveket összezúzhat, rendet bonthat, nyugtalanságokat idézhet. Az ördögszekér életűek élik ki legjobban az életet, mert egyetlen utat sem tesznek a maguk szándékából. A véletlen, a kósza kedv. A jövő menő hangulat űzi őket, mint szerencse meg szerencsétlenség. A másikunk olyan alaposan előkészíti az élete lefolyását, mint a légy lakhelyét a borostyánkőben. Nagy köveket hengerget maga körül, hogy a szél egykönnyen el ne fújhassa. Néha sikerül is a kivájt barlangban végig megöregedni, meghalni, s mindvégig elkerülni a kígyók tekervényes, sikamlós útjáról. Vannak férfiak snők, nők, akik valóban ártatlanul halnak meg. Vajon kapnak ezért különös elismerést a más világon? Soha sem ordítanak fel a kíntól, lelki mardosástól, a bűnök nyomorától. Ám, amint a bűnösök legtöbbje nem tehet arról, hogy szerencsétlenségbe esett, úgy az ártatlanok sem lehetnek gőgösek lelki és testi szüzességükre. Nincs helye a világ megvetésének, sem dicsőítésének. Senki sem felelős végzetért, mert azt úgy sem kerülheti el, mint a mesebeli ember a jóslat balsorsát. Azért csak hagyjuk az embereket ördögszekeresdit játszani, vagy hagyjuk őket kagylójukban magányosan búgni? A szélkakas sem tehet arról, hogy a háztető csúcsára került. A sündisznó is meg lehet elégedve magával a pincében éljünk, kedvünk szerint, szomorúan vagy vígan. Bolond az, aki elmulaszt egy órányi keserűséget, vagy egy percnyi örömet. Majálisnak, temetésnek, nászészakának és titkos kinnak egyforma a befejezése. Jön a kőmíves, és befalazza a nyugtalankodókat és a jó maga egy egyformán. Ezeket gondolta magában Pisztoli úr, Amik házában magányosan merengett. Végső helyi már eltűnt a kerti házból, üres cigaretta hüvelyeket és búcsúra járó nőket hagyván hátra. Pisztoly délutánonként elmerengett a szobában, hol felváltva érezte a maszkerádi kisasszony és a drágalátos Evelin illatát. Így múlik el minden a világon, dünnyögte. Egy napon, levelet hozott egy csavargó fiú. Az apám nem jöhetett, vallotta a fiú, amíg a szalmak alapjából előkeresgélte a levelet. Ki az apád? kérdezte Pistoli. Az öreg kakuk. Elcsaptuk a régi asszonyt a háztól. Sokat veszekedett velünk az Isten adta. Útilaput kötöttünk a talpára, mint az apám mondaná. Az öreg kakuk új asszonyt hozott a házhoz. Most avval élünk ezért nem ér rá az apám. Olyan bölcs légy, mint az apád, mondta Pisztoli a kakuk fiúnak, és egy susztertallért nyomott a markába. A levél víznyomásos, finom papírosra volt írva, amilyet ezen a környéken nem igen használnak. A nők itt a gyermekeik írkáján leveleznek, vagy a régi kötelezvényeket veszik elő, s hátlapjukra írnak. A finom papíroson ez volt lila tintával. Valaki nagyon kéri, hogy el ne járjon az a csúf szája. Valaki meglátogatja, hogy kibékítse. M. Pisztoli fanyar mosolyjal nézett a levélbe. Tegnap vagy tegnap előtt kellett volna jönni, kisasszonyka, gondolta magában. Pisztoli két könyökére támaszkodva nézte a levelet. A grafológiához nem értett annyit, mint a vidéki kisasszonyok, de volt némi jártassága a titokzatos, névtelen levelek körül. Írván körülbelül két tucatnyit életében. Nőknek, akik nem voltak hozzá elég nyájasak. Férfiaknak, akik gorombán hátat fordítottak neki. Egy-két kaszinóbál után, ahol nem lehetett tetlegességgel nyomban intézkedni, pistolinak spanyol viasszaga volt a sok névtelen levéltől. Az asszonyoknak még az anyjuk szennyes alsó szoknyáját is a fejükhöz vagdosta. Szegény Pisztoly is csak olyan ember volt, mint a többi. Azokat kedvelte, akik előre és alázatosan köszöntek neki. A levélből pisztoli a következőket olvasta ki. Em úr, -hölgy, abban az állapotban van, amikor a nők krétát esznek. Esetleg megkívánják a falról lekapart fehér vakolatot. Nagy öröm szokott ez lenni a gyermektelen házakban. De vajon örvendeze a dolognak, em kisasszony? Jelen esetben én volnék az a krétadarab, darab, amelyet a kisasszonyka megkívánt. Már öreg vagyok ahhoz, hogy kréta legyek. Ezeket gondolta magában Pisztoli úr, és mert hiú volt, mint egy vén színésznő, elhatározta, hogy a találkozást M. kisasszonynal elkerüli. Vannak az emberi életben ilyen megmagyarázhatatlan dolgok, titokteljes jelenségek, amelyeknek látszólagosan semmi értelme sincs, és mégis oda bent, a mélyben bizonyára meg lehet találni a megoldást. A nemes pisztoliban talán a megsértett, megalázott, hím ágaskodott. Midőn megveretése után emígy kívánt bosszút állani em kisasszonyon. Holott, ha mindennapiasabb lélek lett volna, bizonyára a kibékülés örömteli útját választja. De az ostor még sajgott, és pisztolit úgy szoktatták a nők, hogy kezet csókoltak neki ha szíves, leereszkedő, érzelmes és lángoló volt irányukban. A falusi nők nincsenek elkényeztetve a szerelmi megrohanásokkal. Mindig csodálkozva hallgatják egy férfiú vallomásait. Újszerűen hangzik fülükbe a legócskább bók. Lesütik a szemüket, a kezüket, lábukat magasztalják. És mikor egyedül maradnak, hosszan elnézeketik a hajukat a tükörben, amelyről egy fecsegő férfi annyi különösséget tudott mondani. Ezen a vidéken még naivak, hiszékenyek és jóságosak a nők. A falusi primadonna nem küldi a másvilágra világra udvarlóit. ah, rizúj lett messzi vidéken elkényeztette a férfiakat, akik csak valamivel is szebbek voltak az ördögnél. Nincsen olyan ragyabunkó, kese férfi, akinek ne akadna szeretője. Pisztoli sértődöttsége tehát némileg megérthető, midőn nem állott nyomban kötélnek a nagyvilági kisasszony felhívására, sőt, bolond feleségei jutottak nyomban eszébe, akiktől még el sem búcsúzott. Na, éppen felvette a száz gallérosát és a szemére vonta nagy kalapját, amelyben Kállón, hol sok sínyt követett el, ismeretlenné szokta tenni magát, midőn hirtelen a homlokára ütött. Hát, ha az a kisasszony, aki meglátogatni akarja, nem is evett krétát? Hát, ha csak egy ravazdi fogás em kisasszonytól a vizit, amelyért azt a hálát várja, hogy pisztoli úr őt soha el árulja Evelinnek. Mélyen hallgasson a dolgokról, amelyeket a kerti ház körül látott, amidőn végső helyi kálmán még ott tartózkodott. A barátnők néha elérzékenyednek, s a jó barátság fenntartásáért semmi áldozattól sem riadnak vissza. Talán az üzköt hozó, fájdalmat szerző kalandok elárulásában kívánja őt megakadályozni M. kisasszony, amely szerelmi kalandok elmondásával bizonyosan tört forgatna meg Evelyn szívében. – Engem a föld alá dugtok, s ti tovább paráználkodtok! – dünnyögte a fogai között pisztoli ebbe a tába mégiscsak beleköpök. Durvának, kegyetlennek, kárörvendőnek hangolta fel kedélyét, midől leült a diós papiroshoz, papíroshoz, és mindent megírt maszkerádi kisasszonyról és végső helyről, amit tudott, amit nem tudott. Nem gondolt most arra, hogy árulásával a drága Evelint is halálosan megsebzi, akinek szent szerelméről végső helyi iránt a két szemével meggyőződött. Csak percek tette a lúttollat, mintha halálos ítéletet írna egy májbajos vérbíró. Mikor készen volt a dolgával, lepecsételte az írást, dupla borítékba helyezte. A belső kuvertára azt írta. – csak halálom után bontandó fel. Kívülről pedig megcímezte nagy nyírjesi nyírjesevelén kisasszony őnötságának. A zsebébe rejtette a levelet, aztán derülten indult el Kállóba az őrült asszonyok meglátogatására. A levél, amelyet pisztoli úr a köpenyében elvitt, így hangzott. Pisztoli udvar, 18 május. Királynő. Midőn utoljára vallom be önnek mindazon gyengét tiszteleteket, szívemnek vadrózsáit, a libegő hangulatokat, elmúlt életem légkarikáit, a trillázó elgondolkozásokat, a homlokomon körül repkedő lepkéket, az örökhangú hangú búkat, sírbogár módjára ásó fájdalmakat és lengedező kedveket, amelyek úgy szálladoztak le és felnapjaimban, mint a kötélhintán a két szerelmesek, Arról kívánom tudósítani, ami önnek mindegy lehet, hogy emlékét úgy viszem magammal a más világra, mint a havasi gyopárt a vadászak alapja mellett. Tündérhölgy volt életem almafáján, aki láthatatlanul énekelgetett egy virágkelyhében. Napkelte volt ön. Az a szűzi fátyol az én világon felett. És a napnyugta is ön volt, Öreg ember bogarászó dúdolgatása régi boldog szerelmi emlékein. A kedvért lettem volna komédiás, vagy csendbiztos. Jézus Mária barát, vagy bújdosi bakter, de ön sajnos sohasem óhajtotta, hogy bármilyen állomást elfoglaljak az életében. A homokórámon feltartóztathatatlanul szaladgálnak lefelé a porszemecskék. Egy céltalan, vak vakondok élet hamba dombosodik az üveg alján. Lehettem volna tán majális rendező, vagy funerátor, szolgabíró, vagy ispán is kisasszonynál, az ördögbe én semmi sem akartam lenni. Ha megtisztel azzal, hogy meghallgatja a dalárdistái éneklését koporson felett, mindent elértem, amit életem céljául kitűztem magam elé. Már a kezemben van a vándorbot. Ugyanezért nem várakoztathatom a másvilági fogatot, de már azt sem tehetem, hogy bűnös két szememmel még egyszer végig simogassam Liliom hajlását, mindenért megvigasztaló kontját, kedvderítő arcát, drágalátos tekintetét. Az én két szemem már sok mindent látott amit más szemek nem láttak. A szerelmet, amelyet a gyilkosságtól csak egy keskeny mesdje választ el, úgy nézegettem, mint valami mirákulumot. Mindig meglepődtem, ha szerelem jött elő az élet utamon. Ismertem őt előről és hátulról, mint az útmestert. Ráismerek a lépésére éjszaka az ablak alatt, és nem téveztem össze senki mással, mint a csőst láttam önt fatetején ülni, gondtalanul himbálózó lábbal. Találkoztunk árokban, kertek alatt, kerítések mentén, ahol régi urambátyámokból kivágott képek díszítik a deszkákat. Én többet tudtam, mint más, mert a nők és férfiak elmondtak nekem mindent, mint egy gyóntató papnak. Hallottam a szolgáló lányok szerelmeiről és a testvérek imádatáról apáknak, lányaik iránt érzett rajongásáról, titkokról, hangokról, lelki pincékről, amelyekbe imbolyogva világított néha a vallomás gyöngemécse. Én bölcsember voltam, mert mindig hallgattam. Soha nem árulkodtam, bármit bíztak rám gyöngeségükben, heverészés közben az asszonyok. Sohasem felejtem el a férfiakat komoly vasárnapi ruházataikban, Midőn ünnepélyes arccal, mint a presbiterek járnak, kelnek az életben, holott az iméntett vallomást a feleségük titkolni való szenvedélyükről, az éjszaka furcsa történeteiről. Ugyanígy a férfiak is bizalommal voltak hozzám. Mindent megvallottak a feleségükről bor mellett, lelki dresszúrában, elmélyedő beszélgetésekben, mely benyúlt az élet legszövevényesebb alagútjaiba. <laughs> Ezek a mézes kalács húszárok, de azért csak hallgattam. Csak otthon, magamban. Pohárboromba mosolyogtam, mert mindig megvetettem a fecsegőket, az álnokokat, a kárörvendeztetőket. Pisztoli lovag volt, úr volt, sőt, tisztességes ember volt. A sírkövemre fogom iratni, hogy itt nyugszik egy becsületes férfi, aki csak egyetlen nőt árult el egy másik nőnek, akit úgy szeretett, mint az életét szerette, amíg ifjú volt. És érdemes volt valamiért élni is. Tehát az a nő, akit elárulok, királynő, az ön testi lelki barátnője, maszkerádi kisasszony. Önöknek még messzire nyúlik ifjú életük, az enyém lehanyatlott hervad bokorként. Minek csalódna ön keserűen? Jóvá tehetetlenül a legjobb barátnőjében, minden titka birtokosában. Ez a hölgy visszaélt az ön vallomásaival, s titkond viszonyt folytatott az ön vőlegényével, akit házamnál vendégül láttam. Az öreg pisztoly jól ismeri a dolgokat. Itt nincs tévedésről vagy gyanúsításról szó. Viszonyuk van és lesz, mert egymáshoz illenek. Maga, királynő, csak egy tudatlan bárány, e két vérszomjas farkas között. Ők mindenre elszántak. Nem, semmire sem. Még arra se, hogy ennek az utolsó levelemnek mindenben hitelt adjon. Nem, de én nyugodt vagyok, hogy zavartalan lesz a nyugovásom a mai alatt, amelyet a célra kijelöltem. Királynő, aki ön titkon a legjobban szerette, azt küldi önnek búcsú üdvözletét. Felköszön az ablakba, és azt üzeni, hogy egyetlen tisztességes ember van a vármegyében, azt álmos Andornak hívják. Fogadja mindazt, amit egy haldokló adhat. Áldást. Szegény szolgája. Pistol Pisztoli, miután hiába nézett körül, hogy megfelelő segédeket találjon, aki egy edzőkönyvet hitelesítik, kállóban termett. A vármegyeház alatt, amelyből annyiszor szökött ki bolond korában, ahányszor tudott. A három bolondasszony együtt volt a kertben, mert mindig összetartottak, sohasem kívánták kiválni egymás szemét. Mislik éppen azzal volt elfoglalva, hogy egy gödröt ásson, míg a másik kettő figyelmesen nézte. Pisztoli egy darabig lesből nézte bolond feleségeit, bólongatott a kert bokrai között. Ássák már a síromat, szegények! Sajnos nem jöhetnek el a temetésemre. A szegény asszonyok cseppet sem voltak meglepve, amikor pisztoli közöttük termett. Majdnem mindig róla beszélgettek, s így igen természetes volt a sokat emlegetett férfiú megjelenése. A két régi asszony csak néma főbólintással fogadta pisztolit, de Mislik, aki még nem mondott le minden reménységről, hevesen megragadta pisztoli karját. Jó, hogy jön, Gróf! Az önközbejárása talán segítségünkre lehet. Itt ugyanis nem akarják megengedni, hogy az alsó szoknyáinkat eltemessük. Pedig úgy, nekünk már nem kell pendej. Majd szólok az igazgatónak, felelt készségesen Pisztoli. Csak azoknak az asszonyoknak kell szoknya, folytatta tovább élénk arcjátékkal a mislik, akiknek uruk vagy szeretőjük van. De a mi urunk elszállott, mint a füst. Füst. Lehet a füstet eltemetni? Elszállott. Elszállt riadtan néztek pisztolira, de az nyugodt maradt. Sorban megsimogatta az arcukat. Maguk még nagyon jól jártak, mert egy harmad részt kaptak az uruk szerelméből. Más asszonyoknak csak egy negyed jut, mert a férfi szerelme olyan, mint a holdvilág. Négy negyede van. Az a legboldogabb asszony, aki az utolsó negyedhez jut. Mert az tart legtovább. Pisztolinak csak három részre volt osztva a holdja. Egy, kettő, három. Negyedik nem jött. Soha se is jön. Hát minek nem etnék el az alsó szoknyájukat? Ezután Pisztoli elszökött a kertből, mert az asszonyok nagyon közel léptek hozzá. Gonterhelt, bánatos és sírvirágos arcukkal megközelítették a haldokló férfiút. Egyikén olyan volt a gond, mint a pince régi pókhálója. Másikén a bánat ósírboltok képeivel mutatkozott. Egykor nagyon szerették a márványt, amíg eleven volt, aztán a szerető szívek is elhaltak. A harmadik dér csípte őssze, oly fanyar volt, mint az ecetvirág őszre hajlik. A szemek kunyhókba húzódnak, mint a pásztor, midőn hűvösödik az éjszaka. A ritkult hajzat felett a hold járkál, mint mezőn, hol egyszer nem tudott megállás nélkül tovább menni a bozótos vad, ifjonti fürtök között. Megvörösödnek a mezők, és az öregasszonyok hajzatai, mint az idején múlt bundák. Sajnos, hogy nem hallhatok meg minden okosságom dacára egy tizenöt esztendős leány ölében, gondolta magában Pisztoli, míg egy útszéli kocsma felé ballagott, ahol még egyszer szemlét tartott élményein. Mintha húsz esztendős részegségből tért volna magához. Egy bástyán üldögélt, ahonnan messze messziségben láthatni az élet kanyargó, szürke és üres országutait vad zsoldosokkal és pirosbélű örömleányokkal táncolt virradatig, a mestergerendáig, a koporsó fedelén és a bölcsőn. De mire feljött a nap, kiózanodott. És látja, hogy mély céltalan volt a sok futamodás, izzadt üstökű vándorlás, messzeintegető tornyok felé való igyekvés. Csak az élet egyhangú táját látta, földpúpokkal, amelyek ok nélkül jöttek létre, völgyekkel, ahol a béka kurutja egymagában. Látta az üres országutak mentén a felfordult szekereket, amelyek sohasem érhettek el az ismeretlen állomásra. A szél végig a láthatáron, mint egy hangtalan zongorán a művész keze. Kiózanodott Pistoli úr, pedig azt hitte, hogy negyed századig mindig a bor meg a nő volt részeg, nem pedig az ő hóbortos feje. Mennyi bárgyúság történt körülötte, amíg az életvásárában őgyelgett. Laci konyhák és fehérlábú nőszemélyek mögött szaglászódott. Majon, hová lettek a fekete meg vörös asszonyprémek, amelyekért csak nem meghalt? Hová lett a nők bosszú szomja, a csóknak zamata, testeknek parfümje, tenyereknek puhasága, szemeknek villanása, hangoknak harangjátéka, suttogásoknak méze, lelleteknek kábító füstje, lábszáraknak idegessége, nyögéseknek és drága jajoknak izgalma, cűzleányoknak önfelett káromkodása, érintletlen hajadonok bori ízű almája. Az utak mindenütt üresek, bárhogy figyel a tenyere alul. Minden elnyugodott, mint a halott madár az avaron. A mély sebet ütő nyilvessző nem remek többé. Elpattant egy hólyag a buhóc alatt, és a belisztezett arcú élet bámészan néz a hang után nem is volt csodálatos. Nem is volt meglepetésszerű. Még csak érdekes sem volt. Csak olyan volt, mint egy galagonya bokor alatt liegő kutya. Néha zászlót tűztek ki az élet tornyába, aztán a az zászló megázott, az ünnepély elmúlt, csak az őrültek és elmebajosok hiszik, hogy még nem iramlott el mellettük az élet. És ebben a pillanatban Pisztoli úrnak különös látomása volt, midőn az utcéli kocsmában piros bor mellett a csizmáját nézegette, a gondolataival bogarázott. Az egyik hegyenült ült Evelin, a messzi távolságban. Jóságos arca eltorzult, fürtjei csomósan megfehérettek. Drága szemére fátyol hullott, élett az ajka felett, mint az őrültekén. Ez volt az a jó, a nemes szívű, a bárány szelítségű, a galamb lelkű. Ez volt valaha nyírjes Evelin. Ez az öreg elmebeteg nő. Pisztoli eltakarta a két szemét, és felszakogott. De sírásán át is látta a másik hegyet a látóhatáron, amelyen maszkerádik is asszony lejtett mint egy megőrült táncos nő. Fürtjei kibomlottak, a hangja víjogott, a körmei meggörbültek, láng és kés volt a szemében, a lábszer, mint a farkasé, a nyaka gyűrűs, mint a kígyóé. – Ah, oh, micsoda bor Kiált fel pisztoli és száz gallérosába fázva burkolózott, midőn elhagyta az útszéli csártát. Már éjfélre járt, midőn otthonába érkezett. A hold, mint egy pávaszem, virrasztott a halott világ felett. Pisztoli, hogy borús gondolatai közben némi megnyugvást találjon, éppen azzal vigasztalgatta magát, hogy nem telen dolog nem történt vele az életben, tehát nincs csak a panaszra, midőn egy sötét árnyék, mint egy haramia suhant el az ámbituson. Férfi volt, mert kétszárú volt. Pisztoli felordított. Te vagy az halál! Idegenszerű, üvöltő, reket hangjától bátorságot merített. Vatkanként rohanta meg az árnyat, és súlyos ökleivel hatalmas csapásokat mért a bujkálóra. Az árny nem felelt az ütéseire, nem is védekezett, vissza sem vágott csak olyan forma hangja hallatszott, mintha összeszorított fogak mögött sivítana egy rettentő sikoltás. Végül leverte az éjjeli látogató kalapját pisztoli, s verekedő keze puha, meleg, jószagú asszony hullott, mintha a görcsálot volna a karjába. Abba hagyta az éjféli cséplést. Kénes gyufát keresett elő a derékszíj mellől, s míg az bizonytalankodó kékes lángjával felsistergett, pisztoli minden ízén remegve futott át egy gondolat, mint a hideglelés. És amint a gyufa lángra lobbant, pisztolinak tátva maradt a szája, bár, mondom, nem csalódott a látványban. Azt találta a háza ámbitusán, akit várt. Maszkerádi kisasszony vérző orral állott előtte kartávolságnyira. Valami különös öltözet volt rajta, frakk és nadrág. Kemény fehér inge villogott. Férfias és excentrikus volt, mint egy cirkuszművésznő. A gyufa ellobbant, miután megégette pisztoli körmét. Ismét mély sötétség lett az ámbituson. Összezárult a fekete függöny, amely mögött bízvást elszökhetett volna maszkerádi kisasszony. De pisztoli hiába várt a távolodó lépek koppanására. Maszkerádi mukkanás és hang nélkül maradt a helyén, egy végre is pisztoli úr siránkozó hangon megszólalt. Miért tette ezt, kegyelmes kisasszony? A hölgy még mindig nem felelt. Ijesztő volt néma mozdulatlansága. Pisztoli már azt kezdte hinni, hogy halucinált. Az árny nem is kisasszony, hanem egy orgyilkos, aki tőrét nyomban belémártja, amint hátat fordít neki. Állt, és érezte, hogy csizmaszárai remegnek. A vagyonát odadta volna, ha valaki gyertyát gyújt vala rémítő ében. De megváltás se onnan sem közeledett. Messze a faluban vonított egy vásott ebb, mint a halottat érezne. Végre különös hangot kezdett hallani Pisztoly, mintha az árnyék az orrát fújná, halkan, szivogatva, a megvert nők alázatosságával fújt a vérző orrát maszkerádi kisasszony. Csöndes, imbolygó lépéssel lement az ámbitus kőkockáin. Bezzeg most nem volt ruganyos a járása, mint a kecske ugrás. Pisztoli látta végigmenni az udvaron, lehajtott fejjel, és érezte, hogy mindenütt vércsepp marad lépése nyomán. A gémes kúthoz tartott az árnyék, amelynek födre vízzel volt el az éjszakai tűzeloltásához. A víz csendesen csobogott a távolban. Pisztoli nem merészelt a kúthoz menni. Benyomakodott a ház belsejébe, és hálát adott Istennek, midőn végre sikerült meggyújtani a lámpást. Letelepedett az asztal mellé, és összeráncolt a homlokát. Kezével dobolt az asztalon, amíg a történendőket várta. A lámpafénynél visszanyerte régi nyugalmát. Mi történhetik itt? Az önvád, és a szégyen, és a fájdalom, ami az első percben megmarcangolt a maszkerádi brutális megveretésért, elszundikált lelkében. Hideg, konok önzés ült fel lelke kapujára. Legfeljebb kvittek vagyunk gondolta magában és az ajtón kaparászó, félénken benyitogató, és a küszöbön megszégyenülten megálló maszkerádi úrnőt már azzal a végnyír egy házi mondással fogadta, amelyet korhelyi társaságban szoktak mondani. – Kvitt a hurka lakatos! – maszkerádi lesütött szemmel állott. A két kezét összekulcsolta öl előtt, mint a sejem nadrágos, harisnyás lábszárait szégyelte volna. Csupa vére a ruhám! Ebben nem mehetek el. Adjon valami száraz ruhát. Így szólt Maszkerádi, de nem vetette fel a szemét. Kivörösödött orra csendesen, boldogtalanul remegett. Megszégyenültem, mint egy iskolás lány állott a szigorú mester előtt. Pisztoli kinyújtotta a karját. Abban a vénszekrényben talál néhány rongyos szoknyát a régi feleségemtől. Ha kívánja, elfordulok, amíg öltözködik. Maszkerádi a szekrény felé lépett. Pistoly pedig nehézkesen megfordította a széket maga előtt. Az asztalra könyökölt, és a tükörből nézte, amint maszkerádi macska óvatossággal keresgélt a szekrény ócska ruhái között. Azután megállva, nesztelenül vetkőzni kezdett. Olyan rejtelmes volt ez a jelenet, mint valami fantasztikus történet. Egy határszéli őrházban, ahová menekülő, ismeretlen, előkelő hölgy téved éjszakára. Maszkerádi nem merte felvetni a szempilláit, amíg a kabátot és a kemény ing mellett lassan levetette. Halkan leeresztette a nadrágocskát. És csak arra vigyázott, hogy az inge föl ne emelkedjék munka közben. Hófehér volt ez az ing. Asszony tisztaság áramlott belőle, mint a világ legcsodálatosabb parfümje. És mikor ingben állott a hölgy a szekrény mellett, felemelte hosszú szempilláit, és a szeme felvillant, mint két zöld lámpás. Olyan erősen nézett pisztolira, hogy kénytelen volt megfordulni. Esküdjön meg, hogy soha semmi dolgomat el nem árulja. Szólalt meg Maszkerádi, és oly lassan tagolta a szavakat, mintha valami könyvből olvasta volna őket. Pistolinak láng csapott az arcába, mintha pisztolyt sütöttek volna el az orra alatt. De csak egy másodpercig vélte elveszíteni a fejét. A levetkezett, gyönyörű hölgy előtt. A következőkben lehúnyta a fél szemét, mint egy kupec. Ravazdi alkudozó hangon kezdte. Mielőtt bármit ígérnék, szeretném tudni, hogy mire való volt ez az éjszakai komédia. Meg akartam ijeszteni. Felelt nyugodtan az asszony. Kegyetlen szívének kísérteteit. Az éjfél ném a kopófalkáit akartam eszébe juttatni. Kíváncsi voltam, hogy szokott te félni. Van-e lelki ismerete, hideglelős bánata. Talán meg akartam ijeszteni. Hogy megüssön a guta, kérdezte tréfákozva pisztoli. Igen, hangzott komolyan a válasz. Pistoly nagy érdeklődéssel hajolt előre, mintha a vízbe, a víz alá nézne a hídról. Maga talán tudja, hogy a szívem már rossz, mint egy ócska vekker. Kihagyokat. Egyenetlenül jár, fulladozik, liheg. És <kül> néha igen nagyokat kell lélegzenem, hogy tovább bírjam. Maga ezt tudja? Én mindent tudok önről, mert az első perctől fogva szerettem. Hangzott a válasz oly komolysággal, mint a bíró előtt. Nagyon jól el tudta titkolni szerelmét. Felelt pisztoli gúnyosan, izgatottan, vibrálva, és az asztal alá rejtette a kezét, hogy annak reszketését ne lássa Moszkerádi. A kisasszony összefonta mellén a két mezítelen karját, mint vértanú a mágián. Csak emlékezzék, midőn a bujdosi éjszakában találkoztunk, s a ijesztő történeteivel felzaklatta az idegeimet. Vajon hogyan viselkedtem? Nem hívtam-e önt a csöndes alvó kertbe? Hogy megfolytson. De előbb megcsókoltam volna. Pisztoli az asztalra csapott és kivörösödött. Eh, elég volt az őrült nőkből. Valamennyien megtébolyottak körülöttem. Maszkerádi csendesen, szomorúan intett. Én azt hiszem már néha, hogy nem vagyok tiszta eszemnél. Hord el magad! Rivalt fel Pisztoli. A nő elszántan nézett Pisztoli úrra. Ma nem. Ma itt maradok. Megverhet még egyszer, hisz megérdemlem, mert idejöttem. De maga az oka. Miért került az utamba? Miért nem hagyott békén? Miért üldözött? Miért jött elő minden álmomba? Miért csalogatott? Most itt vagyok s a holtestemet kidobhatja az országútra. – Veszett macska! – üvöltött Pisztoli. – Érzem, hogy a torkomra akarsz menni, de én nem hagyom magam. – Menj, te fajzat! Fellármázom a cselédséget! – Összecsődítem a falut! – Mezítelenül korbácsollak ki a házból! – Menj, mert olyat teszek, amit mind a ketten megbánunk! Maszkerádi nyugodt maradt. Önnek nincs cselétsége, és így nem fog olyasmit cselekedni, ami nem volna méltó egy gentlemanhez. Mindig azzal jöttök, feled panaszosan piszzoli. A férfitől lovagiasságot, nagy lelkűséget, becsületet, önfeláldozást reméltek. Amíg ti olyan aljasok vagytok, mint a patkányok. De én már megfizettem azért, mert nadrágot viselek. Eleget voltam férfi és nemes ember. És tulajdonképpen mit akarsz itt nálam? Maszkerádi lesütötte szemét, és olyan mosoly villant át az arcán, mint a Saul mennyei látása. Titkok, életre szóló játszó inkerek, füllett, női álmok, párnákba folytott vágyak mosolya. Szeretném, ha eljárná nekem a rókatáncot, amelynek ön a legnagyobb mestere ezen a környéken. Pisztoli meglepetten csóválta a fejét. A rókatáncot? Nevetni kezdett, és aranytallérok gurulásával nevetett maszkerád is. <laughs> a rókatáncot. <laughs> Hirtelen csörgő sapkás, farsangi kedv nyomakodott be a búbánatos udvarházba, mintha váratlanul a jó kedve vendégei érkeztek volna meg szánkón a ház elé, és már tolakodnak is befelé. Álmában szoktak történni olyan dolgok az emberrel, amelyeknek most pisztoli úr részese lett. Maszkerádi ráborult, mint egy hattyú, és oly erősen nyomta száját szájára, hogy a jó úr fuldokolni kezdett. Szeretlek! Mondta a hölgy, és egy fekete kutya árnyéka futott át a szobán. A kutya sietve tűnt el egy sorokban, ahol többé sohasem lehetett megtalálni. Maszkerádi kisasszony néhány hét múlva azt gondolta, hogy a fekete kutya volt pisztoli úr lelke, mert a nemes férfiú az élmúltával többé nem mutatkozott emberek között. Az áldás A májusi eső hullott odakint a nagy éjszakában, A füvekre, fákra, mezőkre lejött az égvize, Hogy idelent mindent megtermékenyítsen. Mindegyik esőszem egy csöpp pólyás baba, Amelyből holnapra, nyárra embernyi ember növekedik. Az egyik búzokalász lesz, a másik szőlőfürt, a harmadik csak nagyfejű hagyma. Jött a kisbabák végtelen serege a titokzatos éjszakában. A milliónyi lábacskák kopogására felébred a földmívelő, és hálatelten keresztet vet fekhelyén. A mezők, bozontos fák, alvó és nagyokat lélegző bokrok elterülnek az esőcsókjai alatt, mint álmodozó nő és hogy a föld alatt is tovább folyjon a megtermékenyülés munkája. Erre való úr és társai, akik enapon meghaltak Magyarországon. Ők alulról fűtenek, mint szénné, tüzelővé változott öregek. Feláldozzák a lábuk szárát, a derékcsontjukat, a nagyra nőtt májukat, hogy ide fenn a földön szép, új virágok nyíljanak. Fák kibontsák lombjaikat, a mezők hajzatában tovább henterekhessenek a szerelmesek. A rücskös arcokból te a rózsák nőnek fel a föld felületére. A bús kezek, fáradt lábak, fájós gerincek, tavasz múlt térdek, a vének fűtő anyaga, kökörcsineket nevel a temetők körül. Hull az eső, de pisztolinak már nem fáj többé a reumás lába. Szeme nem haragszik a sárra, a sárban taposó menyecske lábakra, nem hallja a kísérteteket a padláson, az esőszemek kopukásában. Mozdulatlanul, megbékülve, megbocsátva hever a háza pádi mentumán. Mellére cédulát tűzött valaki. Itt nyugszik pisztoli falstaff aki boldogtalanul élt, de örömök teljében meghalt. Adjatok neki egy fa levelet. Kakuk és kakuk név a halott mellett a következő éjszakán, és másnap azt beszélték, hogy pistóli úr éjféltájban halkan, eltávozódva dúdolgatni kezdett. Előbb a koporsóban, aztán az ablak alatt. Később az országúton. Még a lépteit is hallották. Valahol lakodalom volt ezen az éjszakán. Idáig hangzott a nagy bőgő mormogása. Talán a lakodalmasok közé igyekezett pisztoli. Így távozott el a nemes férfiú a nyírségből. <Színt>